27 energiaszolgáltatót bírságolt meg az Országos Fogyasztóvédelmi Hatósága jogszerűtlenül kiállított számlák miatt, közölte az intézmény vezetője. Az elmúlt héten az intézmény 450 ezer lejösszértékben szabott ki büntetéseket, de folytatják az ellenőrzéseket. Széles körű ellenőrzést hajtott végre az energiaszolgáltatók között az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az intézmény munkatársai az elmúlt egy héten elvégzett vizsgálatok nyomán összesen 450 ezer lejre büntetett 27 földgáz és áramszolgáltatót. A leggyakoribb szabálysértés a számlázásra vonatkozott. A szolgáltatók nem alkalmazták az árplafont és nem vonták le a fogyasztás ellenértékéből a kompenzációt. Sok cégnél hiányos volt az ügyfelek tájékoztatása, nem tartották be a fogyasztóváltásra vonatkozó szabályokat vagy nem válaszoltak idejében az ügyfelek panaszaira, de arra is volt példa, hogy akadályozták a fogyasztóvédelem munkatársainak tevékenységét. Számolt be pénteken a hatóság vezetője, kiemelve, hogy megnövelni a pénzbírságok értékét. A sunt foarte mici. propus az az igazság, hogy a bírságok nagyon alacsonyak. Javasoltam Florence Petaro miniszter úrnak, hogy növeljük ezek összegét, de a nagy energiaszolgáltatóknak nem a bírságok, hanem a kiegészítő intézkedések jelentenek problémát. Az a javaslatom, hogy a pénzbírságokat a bevétel alapján határozzuk meg, mert így egyenlőtlenség alakul ki a fogyasztók és a szolgáltatók között. A bírságok kiszabása mellett arra kötelezték a törvényszegő cégeket, hogy állítsák ki újra a fogyasztóknak kiküldött téves számlákat, közölte Mihály Kulyáfa, hozzátette, hogy március 31-éig folytatják az ellenőrzéseket.